Kukorica, ricarica, mica, hello, csacsa. Misnek nagyon szépen köszönöm, hogy már kétszer kirakta a reakció videómat az Instagram sztoriába. Sok sikert kívánok neked, Mr. Mis. Több reakció videót nem készítek a dalaidról és a klipjeidről. Ezt a két dolgot tényleg köszönöm szépen, és köszönöm minden olyan embernek, aki Mr. Mist hallgat. Sok sikert kívánok neked a közeljövőben, és nagyon jó lett a kis grófóval összehozott közös dalod és klipped. Egy igen érdekes figura vagy. Kívülről így videóklipeken keresztül én azt gondolom, hogy te egy nagyon jó lelkű és nagyon vicces, humoros srác vagy. Az a pálya, amint elindultál, zökkenőmentesen haladt tovább. Egyre feljebb fogsz jutni. Ennél van még biztos, hogy feljebb, szerintem sokkal feljebb lehet még jutni. Nagyon ritkán hallgatom meg a dalaidat, ha megjelenik egy új dalot, persze, hogy meghallgatom, persze, hogy belehallgatok, egyértelmű, szerintem mindenki meghallgatja, és mindenki tudja, hogy te, hogyha kiraksz egy zenét, akkor azt meg kell hallgatniuk. Húha, Mr. Mis, azaz, hogy Mis kirakott egy klipet, ó, kis grófóval, oké, kattintsunk rá, lehet, hogy valami jó dolog sül ki belőle, igen, jó lett, megosztó. Szidjuk azt, tehát, hogy téged is sokszor szidnak, kis grófót is, tehát, hogy mindenkinek vannak ilyen dolgok. Úgyhogy kívánok neked minden jót, és a rajongóidnak is kívánok minden jót. Remélem egyszer az életben, nem azt mondom, hogy most, de majd egyszer valamikor találkozunk, és beszélgetünk egy jót, rendben is? Remélem, hogy megkapod ezt a videót, és lehet, hogy ezt is kirakod majd, úgyhogy köszönöm szépen, és igen, most itt vagyok egy erdőben. És itt pofázok. Úgyhogy Mis, köszönöm szépen, és kívánok minden jót, kitartást, erőt, egészséget, hosszú életet, és ne hagyd, hogy a rossz dolgok leküzdjék benned azt, hogy te erősebb vagy náluk, ne engedd, hogy ők nyerjenek. Mindenkinek sok sikert, és iratkozzatok fel a csatornámra, és írjatok nekem Instagramon RioOfficial25, mindenképp. Szevasz, Mis, és Mis rajongóknak is, és mindenki másnak.